Egy évtizeddel ezelőtt már az is nagyon fájdalmasan hathatott, amikor mondjuk üzenetben vagy telefonon szakítottak velünk. Hát van egy rossz hírünk, hogy ennek ma már talán örülhetünk, mert hogy elterjedt egy olyan módszer, amely ezt nélkülözi. A partner egyik napról a másikra felszívódhat, bármiféle üzenet vagy telefonhívás nélkül is. Ez a módszer pedig nem más, mint a ghostingolás. Erről beszélgetünk Tóth Mária pszichológussal. Szia, szép estét, köszönjük, sziasztok, hogy eljöttél, szia, hozzánk. Hát most így a saját szavaimmal próbáltam megfogalmazni, hogy miről is szól a ghostingolás, de mi ennek a pontos definíciója? Ghostingon azt értjük, hogyha egy párkapcsolatban, de nem feltétlenül csak párkapcsolat, lehet ez baráti kapcsolat is, az egyik fél szeretné ezt a kapcsolatot befejezni, lezárni, de erről a másikat nem úgy értesíti, hogy megbeszélné vele, leülnének, elmondaná, hogy mi a probléma, hogy miért akarja ezt a kapcsolatot lezárni, hanem egyszerűen eltűnik. Ezért is hívjuk ghostingnak. Magyar megfelelője nem igazán van. Aki ezt elköveti, a ghostoló, és akit ghostolnak, ő a ghostolt. Igen, igazából másképp nem tudom elmondani, mint az a lényege, hogy ilyenkor az a fél, akit ghostolnak, az ott marad tehetetlenül, igazából nem tudja elérni a ghostolót, próbálkozik ugye az online térben, csettel, vagy telefonon, vagy e-mailben, de sajnos ilyenkor nem kap válaszokat. Ja, említetted, hogy ez a jelenséghez, ez a folyamathoz két ember kell ugye minimum, de milyen megjelenési formái lehetnek a ghostingnak? Hú, hát rettentő jó evolúciója van már. Tehát van, aki eltűnik, és örökre eltűnve is marad. Aztán, ugye itt az online térnek a sajátosságairól kell még említést tenni. Az elmúlt évtizedben az online térben a társkeresés is online formában történik, de a kapcsolattartás nagy része is online. Tehát csetelünk, vagy telefonálunk, vagy üzeneteket küldünk, és ezért van alkalom arra, hogy mivel fizikailag távolabb van valaki, hogy nem kell feltétlenül találkoznia. Van olyan, aki elghostol, eltűnik, és soha többet nem hallunk róla. Van olyan is, aki ezt úgy hívják angolul, hogy submarining, magyarul tenger alatt járózás, hogy időnként visszajön, fölmerül, felbukkan, és akkor újra írogat, megint fölveszi a kapcsolatot a ghostoltal. Van olyan változata is, amikor valójában nem tűnik el, nem is ghostolónak hívjuk, hanem kenyérdobálónak, vagy breadcrumbing angolul. Ilyen morzsákat dobál, minden nap irogat valamit, de valóságos kapcsolat nem jön létre, nem mélyül el. És ezek egy tartósan egy-két évig is fönnmaradhat egy ilyen felszíni kapcsolatban valaki. Most ugyebár csak a romantikus kapcsolatokat említettük, de más társas kapcsolatokban is megjelenhet a ghostingolás, akár baráti kapcsolatoknál, vagy munkahelyi kapcsolatoknál is. Igen, a baráti kapcsolatokban is gyakori, tehát hogy valaki egyik napról a másikra a barátságot ilyen módon zárja le, tehát nem ad magyarázatot, vagy nem beszéli meg, hogy milyen problémája akadt. De nagyon durva, hogy tényleg már munkahelyen, és főleg ez a home office korszak, Covid óta, hogy van, aki egyszerűen csak a HRM-be jelenti, hogy ő holnaptól nem fog itt dolgozni, de a kollégáinak, a főnökének nem jelenti be, nem beszél róla, nem mondja el, hogy mi a gondja, és csak eltűnik a munkahelyi környezetből. Nemek terén érdemes egyébként különbséget tenni, mert így első blikre azt gondolják, hogy hát a nőkük mindig mindent meg akarnak beszélni, a férfiak meg eltűnnek, mint az aranyóra. Tehát, hogy mondhatjuk, hogy ez inkább férfiakra jellemző, vagy abszolút nincs ilyen különbségtétel? Nem tennék különbséget. Igazából itt nem arról van, nem a nemek a különbség, hanem az, hogy valaki tud-e felelősséget vállalni, konfrontálódni, megbeszélni, mert ez egy konfrontatív beszélgetés lesz az, hogy én szeretnék egyoldalúlag lezárni egy kapcsolatot. És ilyenkor ezt így nem teszi meg. Igen, igazából lehet így a ghostolásnak valamilyen lelki hátterem, mert most ilyen nagyon negatív szereplőként állítjuk be a ghostolót. Jó, én is azt gondolom, hogy nyilván az, de biztos ennek is lehet valamilyen lelki eredete, hogy miért teszi ezt valaki. Hát leginkább konfliktuskerülés és felelősségvállalási probléma, de nem igazából tényleg van egy olyan mentsége a ghostolónak,
hogy megint az online társkeresés, vagy az online térnek a sajátosságairól kell egy picit beszélnünk, mégpedig azt, hogy egy társkeresőnél van, amikor 4-5 kapcsolatot indít el valaki, és nem elmélyült, csak beszélgetnek, esetleg találkozgatnak, és valaki még nem tudja eldönteni, hogy melyiküket válassza a kínálatból, és aztán egyszer csak eldől, mondjuk kiszortolódnak ketten, hárman, akkor őket le kell zárni, és itt nem vállalja azt a konfrontatív beszélgetést, vagy azt a felelősséget, hogy akkor ő ezt most el fogja tudni mondani, vagy el kell, hogy mondja a másiknak. És a legnagyobb baj az, hogy nem adom magyarázatot. Tehát és ilyenkor nagyon-nagyon fontos a lelki, pszichés negatívumok, amik keletkeznek a ghostoltban. Tehát őt elhagyják magyarázat nélkül, bűntudata lesz, keresi magában a hibát, próbálja fölvenni a kapcsolatot, veszteségkrízist él meg, önbizalma, önértékelése csökken. Tehát ez egy krízis helyzetet okoz, még akkor is, hogyha fura módon ez egy 2-3-4 hetes felszínes csetes kapcsolat, akkor is ugyanúgy meg fogja ezt élni, ezt a elutasítottságot, és mivel magyarázat nincs, azért csak magában fogja keresni a hibát, és itt nők és férfiak egyaránt. Említetted, hogy súlyos sebeket ejthet rajtunk a ghosting, de akkor hogyan lehet mindezt feldolgozni, hogyan lehet ezt magunk mögött hagyni? Hát leginkább azt kell megérteni, hogy ez nem róla szól, nem a ghostoltról szól, ez a ghostolóról szól, az ő körülményeiről, tehát nem... Valaki azt szokta mondani, hogy akár férfi, akár nő, az nem két férfi vagy két nő között választ, hanem azt választja, ami neki jó. Hát köszönjük szépen, hogy beszélgettél velünk erről a témáról. Köszönöm szépen, hogy itt lehettem. Sziasztok!